Mint ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a számítások szerint közel 2 millió köbméter víz hiányzik a Tolnai Hold-Dunából, és egyelőre sem a Sió, sem a Balaton, sem a Duna vízmennyisége nem elegendő a vízpótlásra. A vízpótlás lehetőségén a vízügyi szakemberek dolgoznak. Az alacsony vízállás megteremtette a lehetőségét a Mádi Szabó Zsilip felújításának, mely feladattal a város saját gazdasági társaságát, a Telena Kft-t bízta meg. Az évszaknak nem megfelelő a vízállás, mintegy 60 cm-rel marad el az ilyenkor megszokottól. Ez egy nagyon sajnálatos tény. Rengeteg bejelentés is érkezik, hogy mi lesz a Dunával. Ez a sajnálatos tény viszont lehetőséget teremtett arra, hogy a Mádi Kovács Zsilipnek a medrét kitisztítsuk, illetve a szuszadékfa és a halfogó rácsot is kiemeljük, annak a korrodált részeit megjavítassuk, le lesz festve, majd vissza fogjuk várhatóan 1-2 héten belül helyezni. A vízügyi igazgatóság szakemberei szerint várhatóan a déli holtágból május elején, május közepére várható egy duzzasztás, és onnan kap egy betáplálást a déli holtág. Hogy az át tudjon folyni az északi ágra, ezért ki kellett venni a Zsiliból elemeket, hogy a vízszintet be lehessen állítani úgy, hogy az át is kerülhessen az északi holtágba. A műtárgy körül még voltak veszélyes fák, bokrok, ezek lettek kivágva, illetve kitisztítva a környezete a Zsilipnek. A felújítás azért is időszerű volt, mert közel egy évtizede nem történtek hasonló munkák a Zsilipen, a felmérés pedig azt mutatta, jelentősen kikezdte a természet a műtárgy elemeit. Nagyon időszerű volt az alsó, tulajdonképpen egy harmada az teljesen elkorrodálódott. Voltak ilyen pótlások, pótlás rácsok voltak bejezve, de azzal nem lehetett már számolni, hogy az biztosan megoldja ezt a hal problémát, illetve az uszadik fának a megfogását. Úgyhogy azt várjuk, hogy ez a része ez jól fog működni, illetve hát a Zsilipnek ezeket a vízzáró gerendáit próbáljuk még olyan szintre felújítani, hogy könnyen kezelhető legyen és jobban vízzáró legyen, mint a jelenlegi állapota volt. A Zsilip átépítésére is készültek tervek annak érdekében, hogy könnyebben lehessen kezelni. Ám eddig nem született a jelenleginél jobb, a könnyebb kezelhetőséget elősegítő változat. A Zsilip teljes átépítésére pedig egyelőre nincs lehetőség. A holták déli szakaszán nincs másik Zsilip, az északi részén működik egy másik műtárgy. Az északi holtágnak van egy átfolyó, a FAD dombori holtágból, ott van egy kisebb Zsilip. Onnan szokott az északi ág egyébként betáplálást kapni, de nagyon aszályos évek voltak ezek az elmúlt 1-2 év, és tulajdonképpen onnan gyakorlatilag alig-alig jött egy kis víz. A déli holtágról, hogyha Siót fel tudják olyan szintre dúzasztani, hogyha a Nagy Duna, illetve a Balatonból, ha engednek vizet, akkor lehetővé teszi, hogy akkor déli holtágból tudnak ide a déli holtágra vizet engedni. Tolnán állandó közbeszéd tárgya a holták sorsa. Szélsőséges vélemények ökológiai katasztrófa veszélyéről szólnak. A város vezetése folyamatosan tárgyalásokat folytat a vízügy és a Nemzeti Park szakembereivel. A jelenlegi helyzet az, hogy a teljes rendezéshez egy jelentős pályázati siker nyújthatna olyan anyagi támogatást, mely megoldja a leginkább gondot jelentő iszaposodás problémáját.